világhírű kremonai hangszerkészítő iskola szellemi örökösének tartja magát Bökös László, nagyváradi hangszermester. Ezért látni e standon a klasszisoknak járó és megfizethetetlen Stradivari, Amati, Guarneri hegedűk és brácsák mását, hogy a tehetséges ifjoncoknak is legyen, mint elsajátítani a hangszer fortéjait. A nagyváradi hangszermester 30 éve kezdett vonósok konstrukciójával foglalkozni, miután a több generációs zenés családban neki több tehetség adatott az instrumentumok megtervezéséhez. A gyerekkoromban néztem, hogy mi legyek, és a templom téren a Velence fél láttam egy kis fegyverművest. De hát mindig olyan fekete volt, mint egy néger. Egy ilyen kis esztergalszerű gép volt, ott van fröcskölt mindenfelé az a fekete olaj. Eltévedtem egy másik kis öreg asztalos mesterhez, Szabós anya bácsihoz, és látom, hogy milyen szép hegedűket csinál, milyen szinte nyakkendőbe, elegánsan. Itten indult el a hangszer készítés. A 16. századi eredetű vonós hangszer készítését az 1640-es években az olaszországi Cremona városa szomszédságában született Antonio Stradivari, Niccolo Amati hegedű készítőmester legjobb tanítványa vitte a tökéletességig. Nagyváradon szerényebb, de népesebb hangszerkészítő műhelyek működtek, munkásságukat az utókor kevéssé ismeri. Ez egy Vuillaume hegedű, tehát Stradivari imitáció, a 35 és feles a kisebbik, amiben szinte Vuillaume volt a legjobb imitátor. A hangszer, három tényező van: a hangja, ahogy szól például, van a hangszíne, hogy bársonyos vagy nem bársonyos, vagy nincsen hangszín, és van az akusztikája, amit megint itt most nem tudom megállapítani, csak egy nagy koncertteremben egy jó hegedűnek a hangja kicseng. Guarneri hangszer, ez másféleképpen szól. Bökösmester műhelyében 100 éves öreg fenyők és juharok alaposan kiszárított testéből készül az új hangszer. A néhány milliméternyire kivésett papírvékony hangszertest hónapokig e különös rögzítő, vájó és mérőszerszámok garmadájának segítségével alakul. Titkos recept alapján ritka őserdei fák könnyeiből, gyantáiból, indiai selak hozzáadásával készül a nyersfát megnemesítő bevonat. A hangok formájában kicsalogatott lényeg, a lélek azonban odabent lakik, a mester helyezi oda faragás közben. Van az anyag szabva, 50-60 éves anyag, ez a színe, ez lesz kívül, ez a háta. Lefogjuk, és akkor szépen a vésővel megyünk. Így. Kétszer, háromszor, négyszer, ötször, százszor, százezerszer, kétszázezerszer, türelem kérdése még. Kialakul a külső formája, mikor megvan a külseje ennek a juharfának, akkor jön bele a szélein ez a kis berakás, furnél berakás, intarzia. Ennek az a lényege, hogy ne engedje, hogy a fa kiszakadjon oda. Be kell helyezni a helyére. A most készülő hegedű Bökösék ősi családi hangszerének egy 1700-as évekbeli Magginynak lesz a hűmása. 360-400 óra kell egy ilyen mesterhegedűnek. Amikor én ezt csinálom, akkor csak arra gondolok, az őrzőanyalomra. Minden hegedű másképpen szól, attól függ, hogy mikor milyen érzelmi válságban voltam. Volt, mikor váltam, volt, mikor nősültem. Befolyásolja a mester érzelmi állapota a hangszerek minőségét. Amikor elkészül a hangszer teste és a nyak, felhúrozza, és lakkozás előtt így nyersen még kipróbálja a hangzást. Az 1954-es születésű Bökös László szerint, ha az embernek már otthona és családja gyermeke van, hogy a nevét tovább vigye, olyasmivel is foglalkoznia kell, ami túléli őt, ami az utókor számára megmarad. Ilyen a hegedű készítés. Az ember holtáig tanulja, és mégis nagyon kevesen lesznek művészei a mesterségnek. Így jön rajta a csiba. Mondjuk ez nem ez a hegedűhöz jön, de úgy is csinálják, hogy végsegetik, így püfölgetik, hagyat neki itt egy, meg itt egy kis csököt. Ezek az orosz hegyi kecskepásztoroknak mondták ezeket a nagy mestereket, úgy faragnak. Elég nehézkes, két ilyen kis hosszúkás nyúlvány kell hagyni, és úgy befogják. De most már nem úgy csináljuk,
Alékban meg lehet csinálni, csak utána kevéssel faragni. Akkor finomítani. Én mondjuk úgy kis fűrészeljtem, kis fűrészeljtem, körbe-körbe van. Nagy fűrész, kis fűrész, még kisebb, még ilyen. Szállítjuk, betesszük a kéz dobozba a nyakat, és lagozzuk. Csináljuk a lakot. Uh-huh. A lag az készen van. Előre elkészítem én. Különböző anyagokból. A recept az titkos. Érthető. Stradivárihoz hasonló a lak. Az is lényeges, hogy mivel tetszik lelakkozni? Tehát attól az a hangzásban befolyásolja, vagy az anyag megőrzésében? Hát azt mondanám, hogy azért lagozzuk be, hogy ne piszkosodjon a fa. Mert előtt tettünk szalonát hagymával, és akkor összegyírozzuk a hegedű nyakát. És akkor hogy fog kinézni? És azért belagozzuk, hogy ne piszkolódjon. Megoljuk a... De a laknak, tehát valójában, mikor a hangszer készen van így fehéren, van egy fa hangja. Akkor a hangszert felhúrozok és kipróbáljuk, még nem belagozatlanul. Uh-huh. És akkor ha a fa hangja megfelelő a hangszernek, csak utána lagozzuk be. Ha van diff, akkor széjjel kell szedni. És újra kell tehát valami. Azért nem árt, ha az ember tud hegedülni, legalább egy ilyen közép fokon. És akkor még mielőtt ezeket az alkatrészeket én összeteszem, lemérem a mérlegen, hogy ez mit tudom én, 6,5-7 deka kell legyen. Ez a kész a hátsó rész, ne legyen több mint 10,5. Ha már több, akkor már baj van, vagy a fában, vagy én velem. És akkor... már volt annak idején már olyan szinte, mint a Stradivári, az 1700-as években. Már volt olyan szinte, kár, hogy olyan hamar meghalt, beteg lett, börtönbe került, hamar meghalt, kevés hangszer maradt utána. Az lett volna, volt egy nagyon jellegzetes hangszíne. Tehát ennek is igyekeztem, hogy ebbe a hegedűvel reprodukáljam azt a hangszínet. Tehát a hangszernek a körvonala és a mérete, mert kezdik mérni centivel, mikromilliméterre, 35,5, 16,5, 21,5, 20,5 a kontúrjai, mennyi a magassága, tehát nem az számít. Tehát az mindegyik, akár még gyári hangszernél, egy általában egy jobb olasz hegedű mintával dolgoznak. Tehát annak a hangja számít, hangot kell belecsinálni, és ami nehéz. Szólni szólnak ezek a hangszerek is, akkor szólnak, mint egy árnyú, de nincsen hangszínük, hiába szólnak. Tehát nem mindegy, hogy kimegyünk a piacra, hogy beszélünk a, mit tudom én, a fuvarosa vagy a piaci koffával, vagy beszélünk, mit tudom én, a Diana hercegnővel. Beszéltünk volna annak idején, most már nem beszélünk közben. Tehát egészen más volt annak a hangszín és a piaci koffának, de mind a kettő ugyanazt elmondta volna. Tehát játszhatunk egy hegedűn, az is fog szólni. És ha fel fogunk húrodni egy mosófazekat, egy húrra az is fog szólni. Bizonyos füleknek ugyanannyi lesz a hatás, mint a citera, az is olyan drótok vannak. Ott a kerét, rendes kerítés drótok, mint azon a trombitás hegedűn, ez az utolsó G húr, ez egy kerítés drót, mert elszakadt. Nem volt ilyen húrra. És tessék mondani, amikor bejön, behoznak egy gyermeket például, aki elkezd zenélni, ezt nem véletlenül mondom, mert ugye a keze alól nőtt már ki nagyon tehetséges, nagyváradi hegedűs leánka, akit ismerünk mindannyian. Három, itten 22.